Legkelendőbb a medgy és a cseresznye. A csonthéjasoknak 120 dinárért is megvásárolható kilója. Több eladó asztalánál is sorok kígyóztak. Cseresznye is megy után kutatunk, mivel most van a szezonja, és akkor szeretnénk még a frissből egy kicsit kóstolóba venni. Legdrágább gyümölcs a málna. Kilója 500 dinár. Néhány helyen már behozatali dinnyét is lehet találni. Hazai az majd még csak eztán, majd egy hónap múlva körülbelül. Késni fog az idén az idővéget, nem engedi meg az idő. A paradicsomnak 80, az új krumplinak 30 dinárért árulják kilogramját. A burgonya ára napról napra változik. Van a piacon 40 is, 35 is, 30 is, egyre megy lefelé. A répának átlagosan 30-70 dinár, a zöldségnek pedig 60-120 dinár között mozog csomója. Az egyik zöldség, amiből legnagyobb hiány van a szabadkai tájpiacon, az az uborka. Ennek az ára egyik napról a másikra duplájára növekedett. Az eddigi 40-50 dinár helyett 80-100 dináros kilogrammonkénti áron vásárolható meg ez a tökféle.